Jó szerencsét! Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, kedves vendégeink, rég nem látott kollégák és barátaim. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket a 13. bányász találkozón. Köszönöm polgármester úrnak, hogy jelenlétével megtiszteli és megnyitotta találkozónkat. Köszönöm a támogató segítségét a Komlóváros önkormányzatának, a Komlóvárosért Alapítványnak, a PTAF Kft-nek, akik nélkül nem tudnánk ilyen színvonalasan ápolni bányász hagyományainkat. Külön köszönöm a rendezvény szervezését a Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, a Járadékos Bányászok Szakszervezete, a Tisztelet Komlónak Egyesület aktivistáinak is. Nem utolsó sorban köszönöm minden kedves fellépőnek és szereplőnek a közreműködését. Igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a Komlói Szénbányászat ikonikus helyszínén, az egykori altáró bejáratánál én köszönhetem Önöket, benneteket. A mai rendezvényünk nem egy egyszerű találkozó. Ez megemlékezés is egyben, ahol az elődeink tisztelete, hagyományaink megőrzése, ápolása kapja a főhangsúlyt. Talán nem mindenki előtt ismert, hogy mindez a selmecbányai diákhagyományok alapjain nyugszik. Ezen hagyományok eredete az 1735-ben alapított Bányászati Akadémia hallgatóihoz kötődik. Kialakulása és fejlődése folyamatosan zajlott a következő évszázadokban is. A hagyományok később az intézmény Sopronba, majd Miskolcra költöztetése után is fennmaradtak. A hagyományok összetartást kovácsoltak, és bensőséges, bizalmi kapcsolatot teremtettek a felsőbb évesek és fiatalabb társai között. Ez a selmeci szellemiség egy olyan üzenetet is hordoz magában, melyet az élet minden területére ki tudunk vetíteni még ma is. A kimondott szó becsülete, az ígéretek megtartása, a hűség, a bizalom, az őszinteség és a szorgalom szőtte át hitünket, amellyel feladatunkat végeztük és végezzük ma is. Bányásznak lenni nem csak egy foglalkozás volt, hanem egy életforma is, amelyben az elhivatottság, a csapatszellem a meghatározó tényező. A bányászok családjai, barátai és kollégái egy olyan csapatot alkotnak, amely összetartásukkal, egymás támogatásával tette lehetővé a sikerüket. Ezért is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik mindig is ott álltak, és most is ott állnak a bányászok mellett. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy az éremnek két oldala van. Ha én kérek, akkor minden esetben meg kell néznem azt is, hogy én mit tudok hozzáadni, mit tudok hozzátenni. Egy kosárból csak akkor lehet kivenni, ha teszünk is bele valamit. A bányászok hősiességét és elkötelezettségét soha nem szabad alábecsülni vagy elfeledni. Egykoron a föld mélyébe szálltunk le, és küzdöttünk azért, hogy kitermeljük a kincset, a fekete gyémántot. Ez a küzdelem sokszor óriási áldozatokkal járt, csak Komlón több mint 500 társunk a legdrágábbat, az életét veszítette el munkája során. Kérlek benneteket, Önöket, hogy néma főhajtással emlékezzünk most azokról a bányásztársakról is, akik a múltban helytáltak ebben a nehéz küldetésben, de már nem lehetnek velünk. Emléküket örökké őrizzük. Köszönöm szépen. Az ásványok és a fosszilis energiahordozók kitermelése a mostani világban már nem csak gazdasági
értelemben fontos, hanem az országunk energiafüggetlenségének biztosításában is kiemelt szerepet játszik. Nagy örömmel fogadtam a közelmúlt egyik kormányzati kezdeményezését, amelyben a bezárt bányák egyes létesítményeinek energetikai célú újrahasznosítása és a 70-es évek közepén a Keletmecsekben már megkutatott mázadéli szénvagyon esetleges kiaknázása is szerepel. Csupán érdekességképp hadd mondjam el, hogy ez a mázadéli szénvagyonunk közel kétszer akkora, mint amennyi szenet eddig összesen kitermeltek a Mecsekben. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy már a tervek során is meg kell tartani az egyensúlyt a bányászat és környezetvédelem között. Az innováció és a fenntarthatóság terén tett erőfeszítések kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy a bányászati tevékenységet környezetbarát módon lehessen végezni, és a jövő generációinak biztonságos és fenntartható bányászati környezet maradjon örökségül. Itt és most kell megemlítenem a Szigetvártól délnyugatra folyó kőolaj kitermelés eredményeit is, amelynek főmérnök helyettese egyik kiváló bányásztársunk, Ihász Sándor barátunk. A két új falu melletti olajkutakból napi 1500 tonna kőolaj kerül a finomítókba, és külön örülünk annak, hogy baráti kapcsolataink révén személyesen is volt lehetőségünk az olajtermelés megtekintésére. Végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni a figyelmet egy közelgő, jeles eseményre. Ez évben ünnepli az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület mecseki helyi szervezete fennállásának 125. évfordulóját. Az esemény méltó megünneplésére október 6-án pénteken két rendezvényből álló ünnepséget tartunk, Pécset a Hotel Laterum dísztermében. 14 órától 17 óráig szakmai előadások lesznek az érdeklődők számára. Ezen esemény nyilvános, szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az előadások pontos témája összeállítás alatt van. 19 órai kezdettel ugyanitt a már említett selmeci hagyományok szerint bányász szakestét tartunk az OMKE tagok, illetve meghívott vendégeink részére. Kérek minden érdeklődőt, hogy a kommunikációs csatornáinkat kísérje figyelemmel a www.omkenet.hu oldalon, és iratkozzon fel a helyi rendszerességgel érkező hírlevélre. Iratkozzon fel az említett Facebook csatornára és YouTube csatornára is. Itt elérhető minden friss és korábbi információ, valamint a bányászati és kohászati lapok korábban nyomtatásban megjelent összes száma is. Köszönöm, hogy itt lehetek ma veletek önökkel, és köszönöm mindenkinek, hogy részt vesz a mai bányász találkozón. Kívánom, hogy ez a találkozó tovább erősítse a bányász szakma és közösségünk kötelékét. Kívánok ehhez mindenkinek jó egészséget, a mai délután hátralévő programjaihoz pedig jó szórakozást és jó szerencsét. Köszönöm.